130 ezer választópolgár szavazott Momentumos jelöltekre. Ez azt is jelenti, hogy a DK után a Momentum kapta a legtöbb szavazatot az első fordulóban. 15 választókerületben, Debrecentől, Szegeden, Kecskeméten át, Zuglóig, Szentendréig, Újbudáig, Budafok-Tétényig bezárólag 15 Momentumos új arc, új képviselő, jelölt tud indulni összellenzéki jelöltként jövő áprilisban. Kezdeményeztem egy bizalmi szavazást a Momentum 83 fős küldőgyűlésénél. És tegnapi napon megtörtént ez a bizalmi szavazás, és a küldöttek a miniszterelnök jelölti eredmény fényében úgy döntöttek, hogy rám máshol van szükség a következő fél évben, hogy más fejezze be azt a munkát, amit tavaly nyáron két éves ciklusunk első napjaival mi elkezdtük. Ígéretemhez híven be is nyújtottam a pártelnöki lemondásomat tegnap késő este. Én rengeteget tanultam, és ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm a Momentum közösségének, hogy az elmúlt 5,5 évben pártelnökként képviselhettem ezt a kiváló közösséget. Előttem az élet, és én abban hiszek, és azért csinálom a politikát, hogy Magyarország egész egyszerűen legyen egy gazdagabb, legyen egy szabadabb, legyen egy képzettebb európai ország, és én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a Momentum új elnökével közösen mi még sikeresebbé tegyük ezt a pártot a következő fél évben, és utána a következő években, évtizedekben. Momentum továbbra is egy emberséges, igazságos és zöld Magyarországért fog dolgozni.